Köszöntöm a nézőket, önök a G25-öt, a Gyöngyösi Városi Televízió gazdasági magazinját látják. Értékelték a gazdasági évet a Mátra Erőmű ZRT-nél a Bányásznapon. Járdafelújítások és parkolóépítések Gyöngyösön. És rövidesen elkészül a libegő a Mátrában. Ezek a mai témáink, kérem tartsanak velem. A bányászok nehéz és küzdelmes munkájának megbecsülésére rendezték meg kezdetektől fogva a bányásznapot, ami az erkölcsi és anyagi megbecsülést jelenti az ágazatban dolgozóknak. Hangzott el a Mátrai Erőmű ZRT bányásznapi ünnepségén, Bükkábrányban. A szakma ünnepén megkoszorúzták a bányászhősök emlékművét, főhajtással tisztelegve a munka közben életét vesztett bajtársak előtt. A rendezvényen a hagyományokhoz hűen elismeréseket és kitüntetéseket is adtak át, valamint értékelték a gazdasági évet is. A Mátrai Erőmű két külfejtéses bányájában, Visontán és Bükkábrányban az idén 5 millió tonna lignitet termeltek. Ez a termelési volumen hazánkban kiemelkedően magasnak számít, mondta köszöntő beszédében Mata Tibor, a Bükkábrányi bánya igazgatója, aki összegezte az eltelt 8 hónap eredményeit. Elmondta azt is, hogy különleges év az idei a társaság életében, ugyanis ismét magyar tulajdonban vannak a részvényei. Ma hazánkban hozzávetőlegesen 700 bányavállalkozás működik. A Mátrai Erőmű működtetésében üzemel Magyarország két legnagyobb külfejtéses bányája, melyikben jelenleg is maximális kapacitással dolgozunk. A bükkábrányi és a visontai bányák a 2008-as év első 8 hónapjában összesen 5 millió tonna lignitet termeltek. Ez a termelési volumen Magyarországon kiemelkedően magasnak számít, és a jövőben is csak az erőmű kapacitásának maximális kihasználásával érhető el ez a lignit termelési volumen. Ma az erőműben tüzelőanyag vezérelt villamos energiatermelés van, ezért bányáink széntermelése alapvető meghatározója cégünk működésének, egyben jövőjének. Tisztelt munkatársak! A világ folyamatosan változik körülöttünk, de a 2008-as év még a változó világban is egy különleges évnek számít társaságunk életében. Különleges, mert egy rossz eredménnyel zártuk az elmúlt évet. Rossz gazdasági eredmény indulásaként egy nehéz szituációból kezdtük ezt az évet. Különleges, mert egy hosszúra, 2-3 év óta tartó, hosszúra elnyúlt eladási folyamat végén, 2008 első negyedév végén változás állt be a tulajdonosi körben. Ismét magyar tulajdonban van társaságunk összes részvénye, illetve lesz jövő év június közepén. A bányaigazgató beszélt a jövőképről és az új tulajdonosi kör elképzeléseiről is. A másik naperőmű például Halmajugrán lesz, tette hozzá. Az új tulajdonosi kör a Mátrai Erőmű ZRT kapacitásának maximális kihasználásában gondolkodik, és társaságunk következő 10 évének stabilizációján dolgozik. Ennek kézzelfogható eredménye itt Bükkábrányban már érzékelhető. Az első 20 megawattos naperőmű alapkületételére szeptember közepén fog sor kerülni. Kedves kollégák! Nagyon sok nehézséggel szembesültünk az elmúlt 3 év során. Közben Bükkábrány bánya éves széntermelése 4,5 millió tonna körülre nőtt, ami az előző évekhez képest körülbelül 20%-os termelés növekedést jelent. Ma mi biztosítjuk az erőmű szénellátásának 60%-át. Ez hatalmas teljesítmény, ami mögött nagyon sok verejték, összefogás és kiváló egyéni teljesítmények vannak. Az elért teljesítményünkre
legyünk szerényen büszkék, és ebből is erőt merítve folytassuk munkáinkat a megszokott lendülettel. Balaska József az igazgatóság elnöke ünnepi beszédében köszönetet mondott a dolgozóknak, hogy kitartottak a cég mellett a nehéz időszakban is. Ugyanis a tavalyi 9,1 milliárd forintos veszteség és a keleti hármas bánya nyitásának 2 éves csúszása próbára tette a társaságot. Elmondta azt is, hogy a tervezett fejlesztések önerejét a visontai naperőmű értékesítéséből kívánják biztosítani. Hangsúlyozta, hogy a forró nyár ellenére az erőmű kiválóan teljesített. Minden bányásznak fontos építőeleme a vállalat életének, de a mai annyiból különleges, hogy ez az első a 2018 május 3-a óta megtartott rendezvények közül, amely határnaptól a Mátra ismét többségi magyar tulajdonban van. Ezzel lezárult a közel 2 éves eladási folyamat. Az RVNVV csoport eladta 72,66%-os részvénycsomagját a Mátra Energy Holdingnak, amelyben ma 85%-ot tulajdonul a Status Power Invest, az Opus csoport tagja. 2019. június 20-ától az EPH kiválik, és a teljes 72,66%-os részvénycsomag a Mátra Energy Holdingon keresztül magyar kézbe kerül. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani önöknek, nektek, hogy az eladás bizonytalanságai között is kitartottatok a cég mellett. Köszönetet mondani a munkáért, de különösen az elmúlt 4 hónap intenzív támogatásáért, amely lehetőséget teremtett arra, hogy a gazdálkodást növekedési pályára állítsuk, biztosítva a nyereséges működést. Köszönet az érdekképviseleteknek, mert az egész eladási folyamatot kontrollálták, nyugalmat, nem hisztériát keltettek. Egy nagyon nagy nehézségekkel és veszteségekkel terhelt időszak van a Mátra mögött, 2017 elejétől, amelynek a megfordításán dolgoztunk és dolgozunk május óta. Az erőműben a karbantartásokat a tervezett időre befejeztük, a bányászati javítások és karbantartások is vagy lezárultak, vagy ütemezetten haladnak. Megtörtént az MT-14 javítása egy bükkábrányban, míg viszontán most áll főjavítás alatt az MT-7, amely reményeim szerint októberben már az új nyitás alatt álló keleti hármas bányában fog dolgozni. Az MT-14 egyébként bükkábránybánya súlyponti termelőegysége vagy gépe, ahol az idejéhez hasonló üzemzavar nem fordulhat elő, mindent megteszünk ennek érdekében. Visontán a keleti hármas bánya megnyitása a déli bányából való átköltözés 2 év csúszásban van, de a távlati jövő biztos utat ad az erőmű felmaradásának, melyet a számok is alátámasztanak, tette hozzá az igazgatóság elnöke. Ki fogunk lábalni Visontán is, 2019-ben reményeim szerint utol fogjuk érni magunkat, és stabilizálódhat egy 50-50%-os szénaránya 2 bánya között. A munkában egy aktív, az időjárási viszonyokban pedig egy forró nyár van mögöttünk. Lehet, hogy egy forró ősz is lesz, nem baj. A Mátra ez alatt az idő alatt kiválóan teljesített. Az energiaszegényes időszakban, júliusban és augusztusban magas rendelkezésre állással, magas kihasználással megbízhatóan termelt az erőmű. Azt lehet mondani, hogy a csúcsmeleg időszakban június közepétől 1 milliárd kilovattóra villamos energiát adtunk el. Ugye ha ez pénzbe durván azt jelenti, a feleségem azt kérdezni, hogy az mi az, hogy 16 forint körül van egy kilovattóra, 15-16 forint, az 15-16 milliárd. És ebben a hónapban egyébként augusztusban tegnap léptük túl az 500 millió kilovattórát. Tehát
ragyogóan mennek a gépek. Annak ellenére, hogy nyilván a meleg az minket is megviselt, a hűtőrendszereket próbára tette, sok beavatkozásra volt szükség, de jól túléltük. Ezekben a hónapokban a Mátra részaránya a magyar termelői szegmensben már újra meghaladta a 20%-ot, a fogyasztási szegmensben a 15%-ot, és a biomassa részarányunk is, a megújuló részarányunk is, pont azért, hogy a szénnel spóroljunk, bizony meghaladta a 15%-ot. A magas termelés és az alacsony üzemzavari ráta eredménye, hogy a július havi nyereség már 650 millió forint volt, az augusztusi remélem, hogy ennél is magasabb, és olyan 1 milliárd forint körüli nyereséget várunk. Ez alapot ad arra, hogy az év végéig kilábaljunk a korábbi veszteséges gazdálkodásból, és nyerességgel zárjuk az évet, ami fontos a tulajdonosok szempontjából, de nagyon fontos minden dolgozó szempontjából, mert lélektanilag egy veszteséges vállalatnál dolgozni hosszú távon az nem valami reményt keltő. Ez a nyár, a kritikus időjárás ismét rámutatott arra, hogy Magyarországnak egy egészséges energiamixre van szüksége, ahol a hazai lignit szerepe nem megkérdőjelezhető. Az egész kontinensen kínlódnak, esetenként leálltak az atomerőművek vízhiány miatt, vagy a magas hőmérséklet miatt. A szélenergia termelés gyakorlatilag 1/5-ére csökkent a lassú légmozgások miatt, és hát a naperőművek is 80%-on teljesítenek maximum, hiszen ilyenkor a nagy melegbe fölmelegszenek, ez látszik egyébként a Mátra napelemparkján is. A piaci árak tartósan magasan voltak, a Mátra ebből csak részlegesen tudott profitálni, mert a kapacitásait alacsony áron már 2016-17-ben eladta, de azért tudtunk profitálni, mert nem minden kapacitás volt eladva, kivártuk tulajdonképpen ezt az időszakot. Május-júniusban 100 megawattos egységeknél visszafogtuk a termelést, volt olyan blokk, amit tartalékban állítottunk, és most ragyogóan tudunk termelni. Az ünnepségen Valaska József hangsúlyozta, hogy azon dolgoznak, hogy a Mátra következő 10 évét felépítsék és stabilizálják. Szerepük azon múlik, hogy a jövőben tudnak-e elegendő, olcsó tüzelőanyagot kibányászni. Ez az idei bányásznap üzenete is, mondta az igazgatóság elnöke. Megkezdődtek a járdafelújítások városszerte, amint egy 56 millió forint értékű beruházás részeként a nem megfelelő műszaki állapotú szakaszokat javítják a szakemberek. A tervek szerint december közepére befejeződnek a munkálatok. Ezzel párhuzamosan pedig új parkolók is épülnek a városban, és az útfelújítás is tovább folytatódik. Továbbá mintegy 30 millió forint értékben közel 60 parkoló épül városszerte az őszi időszakban. Elkezdődtek a munkálatok a Forrás utcában, de hamarosan parkolókat építenek a Verseny, a Mérges, a Ringstedt, valamint a Püspöki úton is. Két hét múlva pedig elkezdődnek majd az útfelújítási munkálatok. Felszedték a nem megfelelő műszaki állapotú járdákat az Aranysas úton, és már kiásták az alapját az új gyalogútnak a szakemberek. A beruházás több mint egy hete kezdődött el, és az egész várost érinteni fogja. A képviselőtestület folytatva az elmúlt évek hagyományait, most is biztosított forrást a nem megfelelő műszaki állapotú járdák felújítására. Két kivitelező dolgozik a Városgondozási ZRT és az Andezit Kft. Összesen mintegy 56 millió forint értékben kerülnek felújításra járdák a város egész területén. A tervek szerint december közepére fejezik majd be a munkálatokat, mondta el Molnár József, beruházási főelőadó. A képviselőtestület folytatva az elmúlt évek hagyományait most ez évben is biztosított forrást a nem megfelelő műszaki állapotú járdáknak a felújítására.
a körzeti képviselők által összeállított műszaki tartalom megvalósítása körülbelül másfél hét ezelőtt kezdődött meg. Kettő kivitelező dolgozik, a Városgondozási ZRT és az Andezit Kft. Összesen mintegy 56 millió forint értékben kerülnek felújításra járdák. A város egész területén mindenütt a rossz állapotú járdáknak a felújítása folytatódik. Elképzeléseink szerint december közepére fejeződik be. Terv szerint az a befejezés határidő, nyilván az időjárástól függ. Kérjük a lakosság türelmét, mert ezek bizony egy kicsit fennakadásokkal járnak majd ezek a munkálatok. Fontos tudni, hogy a városban más jellegű beruházások is megvalósulnak a közeljövőben. Megkezdődtek ugyanis a kivitelezések az új parkolóknak. Épül a Forrás utcában, a Ringstedt utcában, a Püspöki úton, a Verseny utcában, valamint a Gáspár Zsigmond utcában. Ugyancsak kivitelezés fog kezdődni az útfelújítások területén. Itt is megtörtént a kivitelező kiválasztása. A tervek szerint december közepére befejezik a munkálatokat. A parkolóépítések is folytatódnak. A parkolóknak is sikerült kiválasztani a kivitelezőjét. Ott is kettő kivitelező lesz. Munkaterület átadásra került. Én álláspontom szerint, tudomásom szerint jövő héten kezdődnek a kivitelezések. Parkoló épül a Forrás utcában, Ringstedt utcában, a Püspöki úton, a Verseny utcában, valamint a Gáspár Zsigmond utcában. Ugyancsak kivitelezés fog kezdeni az útfelújítások terén is. Itt is megtörtént a kivitelező kiválasztása. Ennek a munkaterület átadása helyét pénteken lesz. Itt álláspontom szerint a szeptember közepén kezdődnek meg az útfelújítások, többek között a Borosai úton, a Róbert Károly út, a Pest út és a Toronyház közötti szakaszán. A Verseny utcában a 8-8/1 előtti szervézút hozzátartozó fordulóval együtt, valamint a Felsőhíd utca, a Búvó és a Verő utca közötti szakaszának a felújítása, valamint a Kinizsi téren a Szív utca és a Diófó utca közötti szakasznak a felújítására kerül sor. Ennek a határideje november 30. Összesen még 57 parkoló épül meg ebben az évben a városban. A Forrás utcában már javában tartanak a munkálatok. Ott jártunk kor is, éppen dolgozott a munkagép. Folyamatosan növelni kell a parkolóhelyek számát városszerte, hangsúlyozta Molnár József, beruházási főelőadó, aki azt is hozzátette, ezért is döntöttek úgy, hogy idén is folytatják a beruházást, és Gyöngyös több pontján alakítanak ki új parkolási lehetőségeket. Rövid határidővel készül el 10 férőhelyes parkoló, ami ez idáig is parkoló volt, csak a zöld terület most legalizálva lesz parkolóvá, és megpróbálják a járdát is befejezni. A képviselőtestület folytatva az elmúlt években megkezdett parkolófejlesztési munkákat, ez évben is megszavazott költséget, mintegy 30 millió forint értékben parkolófejlesztésekre. A mai nappal megkezdődött a Forrás utcában, itt egy 10 férőhelyes gyeprácsos parkoló fog épülni. Épül majd a Verseny utcában, ott folytatódik a megkezdett építés, ott 14 parkoló fog épülni. Gáspár Zsigmond a Mérges utca sarkán ott egy 8 férőhelyes parkoló fog épülni. A Ringstedt utcában egy 15 férőhelyes parkoló fog épülni, valamint a Püspöki úton a templom előtt ott egy 10 férőhelyes parkoló fog épülni. Mint ahogy mondtam, a beruházás összege mintegy 30 millió forintba kerül. A kivitelező, két kivitelező cégünk van, a Városgondozási ZRT és a Andezit Kft. Befejezés határidőm november végére fognak elkészülni. Összesen 57 darab parkoló épül meg ebben az évben a városban. A tervek szerint november végére befejeződnek a munkálatok. Jó hír, hogy a jövő hét után várhatóan az útfelújítási munkálatok is elkezdődhetnek majd. Javában zajlanak az új sástói libegő építési munkálatai. Ha minden a tervek szerint alakul, hamarosan elindulhat a próbaüzem, és elkezdődhetnek az engedélyeztetési eljárások is. Ha minden rendben zajlik, akkor a turisták várhatóan még az idén, a szezon vége előtt ki is próbálhatják majd az új látványosságot.
Már állnak a sástót az Adrenalin Parkkal összekötő lébegő tartópillérei, helyükre kerültek a görgők és a drút kötélpálya is. A végéhez közeledik ugyanis a 100 millió forintos összegből megvalósuló turisztikai beruházás kiviteledési munkálata. Az elektromos munkálatok vannak még hátra és a beüzemelés. Amennyiben az elektromos rendszer működni fog és a biztonsági dolgok is egybe lesznek, akkor egy több napos próbaüzemet kell majd csinálni a lébegőn. Ez azt jelenti, hogy fel kell rakni az összes ülést, az ülésekben pedig súlyokat kell majd elhelyezni pontosan úgy, mintha emberek ülnének benne. Mondta el kérdésünkre Palik Tibor, az Élpak ZRT vezérigazgatója. Látni, hogy áll az egész szerkezet, tulajdonképpen már csak az elektromos munkálatok vannak hátra, és majd a beüzemelés. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az elektromos rendszer be lesz téve, és a biztonsági dolgok be lesznek kötve, akkor egy több napos próbaüzemet kell csinálni a libegőn. Azt jelenti, hogy föl kell raknunk az összes ülést, az ülésekben súlyokat kell elhelyeznünk, mintha emberek ülnének, és így egy több napos próbaüzemet kell végrehajtanunk. Hát ez valószínű, hogy reményeink szerint szeptember közepe felé meg is fog történni. Ha minden rendben zajlik, majd akkor október második felében lehet majd hivatalosan átadni. Amennyiben a hatóságok nem tartják be a 30 napot, akkor ezt lehet valamivel korábban is, fogalmazott a vezérigazgató. Ha a próbaüzem szeptember közepére meg lesz, akkor a hatósági engedélyek 30 nap. Tehát, hogyha azt számoljuk, akkor október közepe, október második felében lehet ezt hivatalosan átadni. Hát, ha esetleg egy picit a hatóságok nem tartják be mindenki a 30 napját, akkor ez lehet valamivel korábban is, de az is elképzelhető, hogy valami probléma közben jön, akkor ez még akár távolabb is lehet ez az átadás. A libegő szezonálisan fog majd működni, tavasztól őszig, a kalandpark nyitvatartásától függően várja majd a turistákat. Palik Tibor abban bízik, hogy a látogatók még idén kipróbálhatják majd az új attrakciót. Mi azt szerettük volna, hogyha legalább a születésnapunkra elkészülne az a szeptember utolsó hétvégé, az utolsó vasárnap. Hát ha minden nagyon összejönne, akkor talán már reményeink szerint ott lehetne használni, de hát mondom, ez nagyon sok ismeretlen és egyenlet, mire tényleg minden össze fog jönni. A 470 méter hosszú pályán a menetidő körülbelül 5 percig fog tartani. A próbaüzem várhatóan szeptember végén elkezdődik, és még ősszel, a szükséges engedélyek után már a turisták is utazhatnak rajta. Kedves nézőink, önök a G25-öt, a Gyöngyösi Városi Televízió gazdasági magazinját látták. Legközelebb új adással októberben jelentkezünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!